Lassan 2 éve forog a hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm. Bepillantást nyerhetünk majd a magánéletébe, illetve a felkészülési időszakba is. Egy forgatókönyvíró nincs könnyű helyzetben, amikor dokumentumfilmben kell dolgoznia élő személlyel. A Katinka az én karrieremben mindenképpen egy kuriózum, tehát a nyilván karrierem nem fog arról szólni, hogy dokumentumfilmekben leszek dramaturg. Producerem Lajos Tamás győzött meg, és hagytam magam meggyőzni, mert ő rögtön érezte, hogy itt valami különleges dologra van lehetőség. Van egy saját belső listám, ami alapján én pipálgatom magam, hogy mi egy jó sztori. Ahogy egy újságíró megérzi, hogy ez egy jó sztori, nekem is van egy ilyen belső mércém, hogy minek kell megfelelnie egy történetnek. És akár a baráti körből hallom, akár az újságból olvasom, vagy történelemkönyvben, vagy személyes történet, mindig átfuttatom ezen a belső ellenőrző listámon, hogy jó-e a vége, van-e benne olyan konfliktus, ami 2 személy között elhúzódóan zajlik, érdekel-e a közeg, amiben játszódik, jó-e a téma, valamit kiad-e, olyat, ami engem mélységesen foglalkoztat. Úgyhogy az ember ilyenkor egy szerkezeten is átfuttatja a forgatókönyvíró magában a történetet, hogy megfelele azoknak a szerkezeti követelményeknek, ami egy drámát jó drámává tesz. Ez egy dramaturgi feladat. Nyilván az elején volt egy elképzelésünk, hogy mi legyen ez a film. Ugye Katinka kicsit olyan, mint egy szuperhős, és ez mondjuk lenne egy szuperhős film, vagy a James Bond film 1., 5. része, tehát ahányadik olimpiájára megy. És amikor mindig meg kell indokolni, hogy miért ez a legnagyobb küzdelme neki. És ezzel küzdöttünk dramaturgként, ez így indultunk neki, tehát ebben segítettem én, hogy mi legyen ez a keretezés, mi a tét. És ahogy a Covid megváltoztatta az egész történetet, úgy nekem is dramaturgként ehhez kellett alkalmazkodni, és a feladatom az az például most, hogy a vágás során újra és újra megnézni a filmet, és akkor konkrétan a szerkesztésben tanácsokat adni, hogy ebből kevesebb legyen, tehát mint egy irodalmi szerkesztő is, ebből kevesebb, ebből több, ezt nem értem, ezt jobban magyarázzátok el, ezt már túl magyaráztátok, ebből kevesebb kellene. Úgyhogy a feladatom az ez. Innen már nem lesz futamgyőzelem, Katinka a 4. helyen érkezik. Közel 6 másodperces hátrány, ez brutális különbség. Nagyon fejlegesít, hogy így úszok. Ez igazán felobbantja a tüzet. Amikor nekiálltunk a Katinka dokumentumfilmnek, akkor tulajdonképpen egy elég egyenes vonalú dolognak tűnt. Forgatunk 9 hónapot a tokiói olimpiáig, és az alatt figyeljük, ahogy Katinka fölkészül, majd a végén nyer, vagy veszít, vagy csak 2 aranyat nyer, vagy 3-at, vagy 5-öt, vagy 1-et sem, de hogy ez lesz a történet. És nagyon érdekessé ott kezdett válni, amikor a Covid beleszólt az egészbe. És nagyon jó pillanatban rögzítettük Katinka életét, mert tulajdonképpen a központi, centrális életesemény a kameránk előtt zajlik vele. Méghozzá az a dilemma, hogy meddig csinálja ezt, mi a fontos az életében. Ugye 25-30 éven át élsportolóként ő is úgy mondja, hogy kísérleti egér volt, aki egy ilyen bizarr tevékenységet végez egy medencébe, ide-oda úszkál egész nap. Vagy most a Covid hatására lelassul az élet, kinyílnak új ajtók, hogy az élet ilyen is lehet, és erről is szólhat, és a sporton kívül is van világ. Úgyhogy hát a szerencse a szerencsétlenségben. Szerencsétlenség a Covid, de szerencse, hogy megtörtént a filmmel, mert érdekesebbé tette. Ugye emiatt plusz 1 évet is forgattunk, de megérte. És megkönnyebbültem, mert láttam a filmet. Láttam először, volt egy 7,5 órás verziónk, és már abban láttam, hogy húha, ez jó lett, és akkor most tulajdonképpen egy 2 óra alá, inkább már 1,5 óra körülre próbáljuk húzni, összehúzni a sztorit, és persze bennem is volt egy izgalom, mert ez nem egy olyan kiszámított, vagy kiszámítható dolog, mint egy játékfilm. Ott sem tervezhető minden, de egy dokumentumfilmnél pláne nem. Tehát, hogyha tényleg a valóságot akarod bemutatni, és nem rekreálni, tehát színészekkel előadni, hogy milyen volt, ez azért egy nagyon
izgalmas dolog, és emiatt aggódtam, és mi lesz a vége. De megnyugodtam, jó lett.